Szeretettel üdvözlöm Önöket. Aracinan kamne vor astvaz ais parishnor arite gnzaenzi hunkaria kalu yev cez aitselelu. Az első alkalom, hogy Isten lehetővé teszi, hogy meglátogathassam Önöket, és Magyarországra látogathassak, és ezt a közösséget meglátogathassam. Mit jelent az örményeknek, hogy Ferenc pápa kimondta, és ezzel nyilvánosan elismerte az örmény népirtást? Questo riconoscimento dal Papa, a pápának, mint a világ első számú vallási vezetőjének az elismerése, nagyon sokat jelent az örmény népnek, amelyik várta, hogy a pápa kimondja a népirtás szót. Ezért ez egy hatalmas öröm volt azoknak, akik az egész örmény népet képviselték a Szent Péter Bazilikában, az örmény köztársasági elnöknek, és két apostoli katolikusnak, és sok ezer örmény katolikusnak a világ minden táján. Örömteli megelégedés volt az örmény nép részéről, amelyik régen várta, hogy valaki kimondja az igazságot. Másrészt pedig ez megrázta a világot. Annyira, hogy senki sem beszélhet ezután másként erről. A pápa nem támadta meg a mai Törökországot. Csupán annyit mondott, hogy az egyház nem lehet képmutató, ki kell mondania az igazságot. Azon a bizonyos napon azt mondta, hogy ez volt a 20. század első népirtása. Nem ez volt az egyetlen, volt még a náci és kommunista népirtás. Nem csak az örmények voltak mártírok 1915-ben, hanem voltak más közösségek is, a katolikus szírek, a kaledóniaiak és a görögök. Tehát a pápa nem fókuszált az örményekre és az örmény genocídiumra. Beszélt a népirtásról, melyeket napjainkban végeznek a Közel-Keleten. Az, ami ebben az egészben új, az, hogy a pápa azt a mondatot tette hozzá, hogy azok a vezetők, akik passzívan viszonyulnak az igazságtalan tetthez, az igazságtalan tettben cinkosokká válnak. Ez egy kiáltás volt az emberek lelkiismerete felé, ami azt eredményezte, hogy Bolívia elismerte az örmény genocídiumot, aztán jött Ausztria, Németország, más nemzetek és az Európai Unió, ami nem csak elismerte, de minden évben meg is akar emlékezni erről a népirtásról. És nem csak ez történt, hanem Barack Obama beszélt Erdogan török miniszterelnökkel, hogy el kell ismerniük a népirtást, mint ahogy az olasz miniszterelnök is erre kérte. Ezt nem is vártam, hiszen tudom, hogy Olaszország és Törökország komoly gazdasági együttműködő partnerek. De a pápának ez a felszólítása elérte a lelkiismeretüket, és arra késztette őket, hogy megtegyenek egy lépést, és ebből már nem lehet visszalépni.
lelkipásztorként hogyan látja a budapesti örmény közösség helyzetét. 2,5 évvel ezelőtt ide küldtem egy libanoni örmény papot. Úgy gondoltam, Rómából küldök valakit, mert az közelebb van, és havi egyszer jön. Így a közösség kevésbé érzi elhagyatottnak magát. A magyarországi születésű örmény papok ugyanis kihaltak. Új hivatások nincsenek. A mi munkánk, hogy figyelemmel kövessük ezt a közösséget, és ha Isten is úgy akarja, találjunk új helyi hivatásokat, akiket fel lehet készíteni a papságra. Mert jobb, ha ezek a papok a helyi közösségből vannak. A munkám célja az, hogy ez a közösség szervezettebb legyen, ami éveket vehet igénybe, és talán az utánam jövőknek is ezen kell munkálkodnia. Talán a jövőben egyesíteni lehet majd a Romániában található erdélyi magyar örmény közösséggel, hisz ez a kettő korábban egy erős közösség volt. Isten segítségével és a többi keresztény imájával, akik szeretnek minket, ki tudja, lehet, hogy még hivatások is lesznek. Сваза ин сер парар зору чун хо Е вор твой во кун сер по Е сенце зен мене сја Serpucho, serpucho.